Györffy napok nyitó eseménye, Mándoki Kongur Istvánra emlékeztek, 13. havi nyugdíj, megkezdődött a választási kampány. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. február 14-én 18 óra 5 perckor. A Györffy István Katolikus Általános Iskolában az idei Györffy napok nyitó rendezvényeként pénteken, a névadó születésnapján február 11-én a Múzeumparkban városi ünnepségen idézte fel Márki Réka 8-os diák a jeles tudós életútját. Kud véatyán, bizling atamis, kink szín köpte, szemlészén szenedin, düsszín szenin kunglügünk, ne csikkindzsel, de áhaj köpte. Bizimet mégizni, bár bizge, üdbütünk ünde. Ért bizink minimizni. Ne csik ki biz déjjel, ez mit ötrük elgenge. Ért me bizi ol dzsamagán, kulkár bizi ol dzsamannan. Szembe a szindu püsli bücsün, égi, tendő, ámen. Posztós négyarmati Éva tanárnő a Kun mi atyánkot mondta el, majd a város, az iskola vezetői és országgyűlési képviselőink, valamint a múzeum munkatársai megkoszorúzták a néprajztudós szobrát, aki 1884. február 11-én született Karcagon, és fiatalon 55 évesen, 1939. október 3-án Budapesten munkaközben az író asztalánál érte a halál. Az idén még azért egy kicsit felemásan emlékezünk, hiszen már sokkal nyitottabbak lehetünk, mint a tavalyi, illetve a tavaly előtti évben, de még nem nyitottunk a külső iskolák felé, csak iskolán belül rendezzük meg azokat a versenyeinket, pályázatainkat, amelyek szokásosak a Györffy napok keretén belül. Viszont egy olyan nagy kegye a sorsnak, hogy a tegnapi napon a 8. osztályos tanulóink az osztályfőnökeikkel együtt Budapesten jártak a Lázár Ervin program keretén belül színházlátogatáson, és a színházlátogatás előtt látogatást tettek a Fiumei úti sírkertben, ahol Györffy Istvánnak a sírhelye található, és ott egy néma főhajtással koszorút helyeztek el névadónk tiszteletére. Élete végéig elszakíthatatlan szálak fűzték szülőföldjéhez, a nagykunsághoz. Györffy jelentősége talán abban mutatkozik meg, a legérzékelhetőbben, hogy munkássága mind a mai napig eleven ható erőként van jelen a magyar néprajztudományban, hangzott el a méltatásában. Ezt követően a róla elnevezett iskola aulájában az iskola vezetői megkoszorúzták Györffy István mell szobrát. Mindig ott vannak az elsősök a Múzeumparkban, de sajnos így van most az idén, februárban nem kerülhetett sor a néptáncgálára. Egy későbbi időpontban tervezzük, amelyről majd természetesen tájékoztatjuk a város lakosságát is. Egy kis részletet ragadtak ki, mondókáztak a gyerekek, hiszen az elsősöknél a néptáncgálán is még elsősorban mondókákat mondanak, lépegetnek, tehát ez az, ami a tananyagba beletartozik. És ilyenkor hagyomány az iskolánkban, hogy megkapják a Györffy Istvánt ábrázoló fényképet, amelyet elvisznek az osztálytermükbe, ott kiteszik, és így emlékeznek tulajdonképpen arra, hogy ők a györffis hagyományokat ápolják. A nap a könyvtárban a Nagykunsági Népművészek Egyesülete Kun kapu kiállítás megnyitójával zárult, ahol dr. Eskovács Ilona egyesületi elnök ajánlotta a jelenlévők figyelmébe a tárlatot. Már évek óta kapcsolatot ápolunk a Nagykunsági Népművészek Egyesületével, dr. Eskovács Ilona asszonnyal, illetve az ő segítőjével, a titkárasszonnyal, Gál Andrásné Ilikével. És már tavaly is terveztük, de tavaly még nem sikerült, hiszen a pandémia miatt nem lehetett volna látogatni a kiállítást, és ezért az idén került sor arra, hogy a Kunkapu kiállítás kiállításra sor kerüljön. A tavalyi évben készítettek a gyerekek pályázatot, és én úgy gondolom, hogy ez most nagyon jó felelevenítése, illetve maketteket is készítettek a Kun kapukról, és most majd, amikor a gyerekek megtekintik a kiállítást, akkor össze tudják hasonlítani a sajátjukkal, hiszen a tavalyi maketteket is kiállítottuk, ezek a makettek a folyosón láthatók. A rendezvény sorozat hétfőtől tanulmányi versenyekkel folytatódik. Mándoki Kongur István számára a szülőföld
Karcag meghatározó közeg volt. 1944. február 10-én született, elemi és középiskoláit itt végezte. Kiválóan megtanult oroszul. A kunmadarasi orosz laktanyában kazak, kirgiz, krími és kazáni tatár, karacsáj katonákkal összebarátkozva jól megtanulta ezeket a török nyelveket. Budapesten diplomázott, majd az országos Széchenyi könyvtár, a Körösi Csoma Sándor társaság munkatársa volt. 1970-től a Magyar Tudományos Akadémia belső ázsiai kutatócsoportjában dolgozott, majd külföldön is kutatott. A kazakok és a tatárok között végzett nyelvjárási és néprajzi gyűjtése hozzájárult számos magyarországi kun nyelvemlék megfejtéséhez. A Kunmiatyánk szöveg variánsait egybevetve rekonstruálta a szöveget. 1992. augusztus 22-én bekövetkezett halálával egy ígéretes tudósi pálya tört derékba. A Múzeumparkban lévő szobránál a Kun Szövetség nevében F. Kovács Sándor elnök, országgyűlési képviselő, és dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, kormánybiztos, az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester és Sári Kovács Szilvia alpolgármester koszorúzták meg emlékművét születésnapja alkalmából. A Fidesz-KDNP megbecsüli a nyugdíjasokat, hiszen ők is részt vettek hazánk felépítésében. Éppen ezért a kormány tavaly döntött arról, hogy nem csak a nyugdíjprémium, de a 13. havi nyugdíj visszavezetése is megvalósul. Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, miniszteri biztos. Üdvözlöm képviselő urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is nagy szeretettel üdvözlöm a Karcag Televízió nézőit. A rendszerváltás óta nem látott mértékű jóléti intézkedéseket hozott a kormány a magyar emberek érdekében, amelyek jó része február hónapban kerül folyósításra. Kezdjük az elején, hiszen többről van szó. Elsőként beszéljünk a 13. havi nyugdíjról. Mikor érkezik, mekkora összeget jelent és kiket érint? Igen, elmondhatjuk azt, hiszen én is az a korosztály vagyok, hogy úgy telt az életünk jó része, hogy majd egyszer jobban fog menni, mindig rosszabbul ment. A magyar gazdaság mindig rosszabbul teljesített, hiszen a 80-as években volt a folyamatos áremelések, szegényedett el a lakosság, majd a 90-es években a munkanélküliség, és igazából folyamatosan az volt, hogy a magyar gazdaság mindig esett vissza. És az elmúlt 6-8 évben azt láttuk, hogy a magyar gazdaság folyamatosan jól teljesít, növekszik a GDP, és a magyar gazdaság jó teljesítményéből azok az emberek, akik ehhez hozzájárultak, azoknak is kell kapni. Hiszen a nyugdíjasok az a generáció, akik végig dolgozták akár a 80-as éveket, 90-es éveket, a 2000-es éveket, hozzátették a munkájukkal ennek az országnak a gazdasági gyarapodáshoz minden erejüket, és a kormány úgy döntött, hogy most, ha jól működik a gazdaság, a tavalyi évben körülbelül 7%-os GDP növekedés volt, talán a rendszerváltoztatás óta soha nem volt ilyen magas GDP növekedés, ebből jutni kell azoknak is, akik megdolgoztak érte, akik egy életen keresztül dolgoztak ezért, és a Bajnai Gyurcsány kormány, amikor elvette a 13. havi nyugdíjat, azt mondta az Orbán kormány, hogy ha rendbe tesszük, rendbe tudjuk tenni a magyar gazdaságot, és sikerült rendbe tenni, akkor ezt vissza fogjuk adni. És a tavalyi évben a nyugdíjprémium kb. 80 ezer forint volt nyugdíjasoknak. Amellé ebbe az évben, február közepéig mindenki meg fogja kapni a teljes 13. havi nyugdíjat, azok, akik nyugdíjasok vagy nyugdíjszerű járadékba részesülnek. Én azt gondolom, hogy egy ígéret volt, egy olyan ígéret, amit meg tudtunk tartani, és nem egy költekezés, hanem a magyar gazdaság olyan jól teljesített, hogy ezt nyugodtan ki tudjuk fizetni azoknak az embereknek, akik egy életen keresztül dolgoztak ezért az országért. Képviselő úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Szombaton kezdődött a hivatalos választási kampány, amelyben a választópolgárok egyéni választókerületi képviselőjelölteket ajánlhatnak a parlamenti választásra. Azok a választópolgárok, akik kiterjesztették nemzetiségi hovatartozásukat az országgyűlési képviselők választására is, szintén ekkortól adhatják le ajánlásukat a nemzetiségi listákra. Február 12-én szombaton, a szavazást megelőző 50. napon kezdődik az országgyűlési képviselő választás és a vele egy napon rendezett országos népszavazás hivatalos kampánya a választási eljárási törvény értelmében.
Ekkor lépnek életbe a kampányra vonatkozó szabályok is. A törvény szerint kampánytevékenység minden olyan tevékenység, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására, vagy annak megkísérlésére, kampányeszköz például a plakát, a választók közvetlen megkeresése, a politikai reklám és politikai hirdetés, valamint a választási gyűlés. Nem minősül viszont választási kampánynak a választási szervek tevékenysége, az állampolgárok mint magánszemélyek közötti személyes kommunikáció, függetlenül annak tartalmától és formájától, továbbá az Alkotmánybíróság, a bíróságok, a helyi önkormányzatok és más állami szervek jogszabályban meghatározott feladata során végzett tevékenysége. A választási kampányidőszak végéig, vagyis a szavazás befejezéséig a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély nélkül készíthetnek plakátot, de a plakáton és a szórólapon is fel kell tüntetni a kiadóra vonatkozó adatokat, így a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét is. A képviselő jelöltek legkorábban szombaton vehették át az ajánló íveket a választókerületi választási irodáktól, és csak ezeken az íveken gyűjthetik a választópolgárok ajánlásait. Egy választópolgár több jelöltet is támogathat. A választópolgárok gyakorlatilag képviselő jelölt jelölteket ajánlhatnak, hiszen csak akkor lesz valakiből hivatalos jelölt, ha sikerül összegyűjtenie 500 érvényes ajánlást, és az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság nyilvántartásba is veszi. Az ajánlás érvényességének elengedhetetlen feltétele a saját kezű aláírás, azonban a többi adatot az ajánló választópolgár jelenlétében más is rávezetheti az ajánló ívre. Az ajánló íveken szereplő adatokat választói adatbázis készítésére vagy egyéb célra nem használhatja fel senki. Tilos anyagi ellenszolgáltatást ígérni a választópolgárnak az ajánlásgyűjtéskor, ugyanakkor a jelölt, illetve a párt aktivistája a munkájáért kaphat pénzt. Az ajánlások érvényességét azt, hogy a választópolgár adatai megegyeznek a szavazóköri névjegyzékben szereplő adatokkal, illetve hogy a választópolgár a lakóhelye szerinti választókerületben ajánlott-e jelöltet, a választókerületi választási iroda ellenőrzi. Az irodák érvényesnek fogadják el azokat az ajánlásokat is, amelyeket az ajánlási szabályokat betartva gyűjtöttek. A választópolgár az ajánló íven valamennyi adatát feltüntette, és annak alapján a választópolgár egyértelműen azonosítható, de ajánlása adásakor egyes adataiban csekély mértékű eltérés tapasztalható az ajánló íven a névjegyzék adataihoz képest. Ilyen csekély mértékű eltérés a többi között az, ha valaki nem tünteti fel a doktori címét, ha a többi keresztneve közül csak az egyiket tünteti fel, illetve ha az ajánló a lakcíme település adatát például rövidítve tünteti fel, de az egyértelműen azonosítható. Az ajánlóív iránti igényeket február 12-e előtt is el lehet juttatni az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Irodákhoz, de az íveket legkorábban szombaton adhatják ki a választási irodák. Az ajánló íveken egyedi azonosító szerepel, és azon az OEVI feltünteti a választás típusát, a jelöltként indulni szándékozó választópolgár nevét, a jelölő szervezet, közös jelölés esetén a jelölő szervezetek nevét, vagy a független jelölés tényét és a választókerület megjelölését. A jelölteknek, jelölő szervezeteknek a gyűjtés befejezésekor az összes átvett ívet, azt is, amelyen egy ajánlást sem tettek, vissza kell juttatniuk a választási irodába. Az összes olyan ajánlóívet, amely nem üres, február 25-én 16 óráig kell visszaszolgáltatni, azokat pedig, amelyek nem tartalmaznak ajánlást, legkésőbb február 26-án 16 óráig. Aki ezeket a határidőket elmulasztja, ívenként 1000 forint bírságot kell fizetnie. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!